Tudatosan vagy tudattalanul, de egyre később vállalnak gyermeket a nők Magyarországon is. Nem ritka a 35-40 éves kismama. Több mint háromszor annyi nő szült 2018-ban a 40-es éveiben, mint másfél évtizeddel ezelőtt, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Így tavaly minden 19. csecsemőnek volt legalább 40 éves az édesanyja. Látványos változás következett be a szülőnők életkorában. Egyre kevésbé vállalják fiatalon az anyaságot. Korábban nem tapasztalt dinamikával emelkedett az első és a további gyermeket vállaló anyák átlagos életkora. A korábban a legtermékenyebb életkorúnak számítók, 20-24 éves nők 1990 és 2009 között több mint kétharmadával kevesebb gyermeket vállaltak. Helyüket a 20-as éveik második felében, illetve a 30-as éveik elején járó nők vették át. Ez a váltás viszonylag gyorsan és rövid idő alatt következett be, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal kiadványában. 2009-ben a szülőnők átlagos életkora 29,5 év volt, az első gyermeküket váró nők pedig 28 évesek voltak. A nők igényei között is megjelent, hogy egy vagy több diplomát szerezzenek, karrierépítésbe kezdjenek és világot lássanak. A gyermekvállalás időpontja ezek miatt is eltolódhat. Azonban az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy már alig van különbség az érettségizettek és a diplomások gyermekvállalási hajlandósága között. A későbbi gyermekvállalásnak azonban kockázatai is vannak. 30 éves kor felett a nők fogamzóképessége kezdetben lassan, 35 év felett egyre gyorsuló ütemben csökken. Köszöntöm a stúdióban dr. Papp Károlyt, a Nyíregyházi József András Oktató Kórház Szülészet Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosát. Jó estét kívánok! Megfigyelhető-e ez a tendencia itt a megyei kórházban is, főorvos úr? Én hallottam a bejátszást, és gyorsan számoltam egyet. Nálunk ilyen 3600-3700 szülés van évente, és 120 és 140 között van a 40 év fölötteknek a száma, tehát a 19-ben egy az teljesen stimmel. Igen, sajnos, csak nem most következett be, hanem egy pár évvel már korábban ez a változás. Minek tudható ez be, ez az idő eltolódás? Hát itt én úgy gondolom, hogy a tudatos dologról van szó, egyértelműen, amit hallottunk is. Tehát először a munkahelyi viszonyokat akarják rendezni, legyen meg azok a körülmény, hogy tudják várni a gyereket, és utána vállalják. A másik nagy változás, ami volt, hogy most az ugye családpolitikai változásokban, családsegítő változásokban, igen, bizony nagyon sokan gondolják azt, hogy a első gyereket megszülték a 20 éves kor környékén, eltelt 10 év, 12 év, és úgy gondolják, hogy na még akkor jöjjön egy vagy két gyerek, és nem csak a pénz miatt, hanem van egy ilyen tünet, hogy kiürül a család, kiürül a fészek, üres fészek szindrómának hívják egyébként ezt. Úgy gondolják, hogy na még egy gyerek, hogyha jön, akkor ők családjuk újra fel fog pezsdülni, és sokkal jobb lesz a későbbi időszakok, és igenis vállalják. Talán a harmadik, ennek viszont nem nagyon örülünk a szakmában, hogy vannak olyan riportok, vannak olyan hölgyek, akár a médiában szereplők is, akik hangsúlyozzák azt, hogy lám-lám, ő tudott 45-45 is szülni, hát ez lenne a méltó dolog mások részére is. Ez egy nagyon veszélyes téma. Miben látja ennek a veszélyeit? Hát veszélyes téma egyrészt az, amit gyakorlatilag nem mindenkinek a fogamzó képessége marad meg 40 éves kor fölött. Nagyon sok olyat tudunk, hogy a betérés, ami az alapja annak, hogy egyáltalán terhesség létre jöjjön, 40 éves kor között, 40 éves kor körül egy olyan jó 10%-a a ciklusoknak már nem jár petteérésre 45 éves korban, ez több mint 50%. Tehát egy bizonytalanra várni, hogy majd lesz velem valami, ez nem jó. A másik, meg vannak olyan betegségek, amik most, hogy az ultrahanggal egymás, tehát jobban tudjuk vizsgálni, kiderül fiatal életkorban, nem akarok egy diagnózisokat mondani, petefészket érint, apró cisztás elváltás, bizony-bizony korábban merülnek ki a petefészkek, tehát hiába az édesanyja vagy akár ő is 50 éves koráig mondjuk a menstruáció megvan, de valóban gyerekvállalás nem tud 40 éves kor fölött vállalni, ezt nem lehet tudni, hogy kinél sikerül, kinél nem. Magyarul az első gyermekvállalását azért minél fiatalabb korban érdemes lenne. Igen, ez is egy érdekes dolog, amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondtuk, hogy 20 és 25 éves korban kellene csinálni.
mint a szülést. Ez most elment oda, hogy egy olyan 30-35 éves kell, olyan biztonságos időszak. Én ezt én is úgy gondolom szakmailag, amivel a mostani tudása ellenőrzése ugyanolyan biztonságban fognak születni, ként ezt mutatják a szülésköri halálozási adatok is. A 30 és 35 éves kor között a legjobb az eredmény, a legbiztonságosabb a szülés. 35 éves kor fölött, meg alatta az egy picikét nőni szokott. És akkor nem beszéltünk még egy dologról, amit muszáj tudnia minden nőnek, hogy az a petesejt, amiből ő valamikor, mondjuk 45 éves korában lesz esetleg terhes, vagy fogad meg a gyerkőc, ez neki valamikor a terhességi időszakban, a 20. hetében oszlódott utoljára. Tehát 45 éves sejtből lesz a következő gyerek. Itt minden negatív dolog előfordulhat, genetikai, kromoszomális, egyéb rendellenesség, amit nem lehet tudni megint előre, hogy fog alakulni. De talán abban bíznak, hogy annyira jó a diagnosztika ma már, hogy időben kiderül. Akkor szeretnék egy kicsit pontosítani, tehát sajnos diagnosztika, tehát valóban diagnosztika, ami pontosan, egyértelműen, 100%-osan megmondja, hogy kinek fog sikerülni a terhesség, kinek lesz egészséges a gyereke, ilyen nyugodtan kimerem mondani, nincs. Jelenleg nincs. Vannak szűrések, nagyon jó szűrések, amelyik 60-80-90% biztonsággal meg tudják mondani, hogy egy bizonyos szempontból egészséges lesz-e vagy nem. Az összest mérni, ellenőrizni nem tudjuk. Tehát akkor visszamennék a természetes dolgra, igenis. Én azt mondom, hogy valahogy 30 éves kor alatt mindenféleképpen az első gyerek megszületését kellene elgondolni fiatalok, akiként ez nagyon érdekes dolog, hogy csináltak felmérést, hogy 14-15 éves korban így gondolkoznak. 21-22 éves korban 4-5 évvel később teszi, mikor oda kerülnek, majd még nem vagyok érett, majd később is tolódik az idő. Beszéltünk arról, hogy a baba szempontjából milyen kockázatai vannak a késői gyerekvállalásnak, de az anya szempontjából van-e valamilyen kockázat, mondjuk 30 éves korhoz képest, 40-45 évesen? Ma ugyebár divat beszélni a császármetszések nagy számáról, ami Magyarországon ki kell mondani, 40% fölött van már. Na most miután nő az életkor, nő azon veszélyek, amivel a anyánál szív mindenféle keringési rendszertől kezdve érrendszeri problémák alakulnak ki, sajnos ki is alakulnak. Tehát biztos szintén sajtóban hallunk azért olyan tragikus eseményeket, mert ezek nem általában nem a nagyon fiatal hölgyeknél fordulnak, hanem bizony 40 éves kor fölötti hölgyeknél. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem csak a gyereknek, az anyának is egy veszélyforrás. Ha meg tudják oldani, ha van lehetőségük, akkor ne arra várjanak, hogy fog sütni a nap, már elnézést, hanem arra, hogy tervezték fiatal korukban. Arról nem beszélve, hogy nem szívesen gondolnak erre a nők, de mégiscsak gondolni kell arra a kockázatra, hogy esetleg mi van, ha meddőséggel kell szembenézniük. Nem mindegy, hogy ez mikor történik. Hát az a probléma, hogy ilyen nap mint nap rendelgetek, és sajnos azt tudom mondani, hogy minden napra esik egy-két olyan anyuka, aki csillogó szemmel, pontosabban síró szemmel veszi tudomásul, hogy hát ő eddig várt, meg szeretett volna, de hát most már nem jön össze, és elmegy különböző helyekre, Lumbik Baby, meg egyéb programokra is, visszajön az, hogy egy-kettő-három nem sikerült, és ott azt mondják, hogy hát talán nem is biztos, hogy kéne tovább próbálkozni. Sajnos ez is előfordul, kicsúsznak az időből. Megint azt tudom mondani, meg kell ezt előzni, korábban kell hozzá kezdeni, és biztos vagyok, hogy aki fiatal korában, tizen akárhány, és eltervezett számot szeretett volna gyerekből, azt ő meg tudja szülni, egészségesek. Orvosok részéről tudunk segíteni ebbe. Természetesen hozzáteszem, hogy azért a kockázat nő, de azért a mostani tudomány ebből a szempontból fejlődött annyit, hogy bizonyos beavatkozásokkal, segítséggel azért ugyanolyan biztonságosan fognak megszületni azok a 35-40 év közötti gyerekek is, mint mondjuk régen a 20 és 25 éves kor között. Jobb eséllyel kezelhető egy meddőség, hogyha fiatalabb nőről van szó? Egyértelműen, sőt, ki sem alakul. Sőt, ki sem alakul. A meddőség nem egyszer van olyan, hogy ő neki lehetett volna gyereke, vagy valami, de úgy gondolta, hogy neki akkor még ez nem szükséges egy-két esetben, mire oda kerül már, hogy ezt ténylegesen meg is tartaná, meg azt mondja, hogy most már nem tudom, most már nem jön össze. Növekszik egyébként a nehezen megfoganó nőknek a száma? Igen. Egyértelmű. Ez nem biztos, hogy csak az életkornak az előre menetelétől függ. Nagyon sokat lehet tenni az életmóddal.
táplálkozással, egészséges életmóddal, a gyógyszerek szedésével, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, nem soroltam, nagyon sok olyan, amit úgy azt mondjuk, hogy nekem úgy sem lesz, mert hát én még úgymond fiatal vagyok, majd nem én, hanem az a, hogy aki gondolja, de bizony-bizony bennünk van, látens módon, ő nem mutatja még magát, és bizony-bizony, ez azért valahol befolyásolja azt, hogy sikerül a meddőség vagy nem. Egyre több összefüggést találunk a szervi, szervezeti betegségek és a meddőség között. Dr. Papp Károly, köszönjük szépen, hogy vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.